Számomra a zsidóság egy vallási forma, számomra ugyanolyan emberek, mint bárki más, és én nem különböztetem meg az embereket hovatartozásuk szerint. A családomnak és nekem is vannak zsidó barátaink, és ugyanolyan embereknek tekintjük őket, mint bárki más. A barátnőmmel elég ritkán találkozok a vallási okok miatt, de volt már, hogy velük töltöttem a szabátot, és akkor velük étkeztem. Igaz, a kóser ételek nagyon nem ízlenek nekem, de megoldottuk a dolgot. Az a lány, aki az osztálytársam, elég érdekes nézeteket vall, nem igazán ért egyet a zsidó vallással, és horogkeresztes képeket rakott föl az egyik közösségi oldalra, és muszlim szeretne lenni, és nem nagyon értjük a nézőpontját, de az osztály összetartott, és először nagyon ki lett közösítve, és nagyon rosszul érezte magát, egyedül volt, senki sem nagyon szólt hozzá, és neki is volt egy zsidó barátja, aki emiatt eléggé eltávolodott tőle, és elfordult tőle, és aztán egy idő után elkezdett kedvesebb lenni, és megmondta, hogy neki ez nem egy fegyver akart lenni, vagy nem támadás volt számára, csak ő nagyon szereti a muszlim vallást, és hogy neki egyébként nincs semmi baja a zsidósággal, csak Hitler nézeteit nem ítéli el. Nekünk nem igazán tetszett ez, de igazából nem tudtunk vele sajnos mit kezdeni, mert próbáltunk beszélni a tanárunkkal, de az osztályfőnökünk nem egy cselekvő típus. Úgyhogy nem kezdett vele semmit.